köszönjük szépen! Az utolsó előadásunk pedig szintén a BME-ről érkezett, pontosan egy évvel ezelőtt, nagyjából az októberi előadáson volt szintén a BME-ről egy versenycsapatos előadásunk, úgyhogy majd jövőre is kell szerezni egyet októberre, úgy látszik. Úgyhogy köszöntsétek a BME Solar Boat Team két tagját, Kis Norbertet és Szigler Andrást, akik a napelemes hajójukról fognak beszélni, mint ahogy ezt a spoileres kép is mutatja. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Kis Norbert vagyok, a BME Solar Boat Team csapat kapitánya. Szeretném nektek röviden bemutatni először is, hogy miről szól a projektünk, illetve az eddigi versenyeredményeinket. Ezt követően pedig Szigler András kollégám, elektronikai csoportunk vezetője röviden bemutatja a következő évi hajónk elektronikai rendszerét. Nos, hát először is honnan jött ez az ötlet? Ez 2014-ben három gépészmérnök hallgató fejéből pattant ki, akik mindenképpen szerettek volna egy versenycsapatot alapítani a műegyetemen, és rögtön neki is álltak utána nézni, hogy az egyetem berkein belül milyen korábbi ilyen csapatok vannak, és rövid időn belül azt tapasztalták, hogy van már 4-5 ilyen csapat, viszont ők mind szárazföldi járműveket, versenyautókat építenek. Ahelyett, hogy ők beálltak volna ebbe a sorba, valami újjal szerettek volna előállni, és a neten rövid keresgélés után rábukkantak egy úgynevezett Solar Boat Challenge versenysorozatra, és adott volt az ötlet, megszületett a döntés, építsünk egy napelemes versenyhajót. Így körülbelül egy éves marketing tevékenységet követően 2015-ben szponzor és egyetemi támogatás által megalakult a BME Solar Boat Team, majd ezt követően egy éven belül 2016-ban részt vettünk első versenyünkön, Hollandiában, illetve Monakóban. Hollandiából a világbajnokságról egy külön díjat hoztunk el, Monakóból pedig egy 11. helyezéssel tértünk haza. Az ezt követő évben az első hajónk fejlesztésével és optimalizálásával telt az idő, majd az idei nyáron, 2017-ben ismét ringbe szálltunk Monakóban nemzetközi csapatokkal, immár egy 8. helyezéssel tértünk haza, illetve Oroszországból, Kaliningrádból egy 5. helyezés sikerült hazahoznunk. Most pedig átadnám a szót Szigler Andrásnak. Sziasztok! Remélem hallani. Szóval én röviden összefoglalnám, hogy milyen elektronikai rendszer van a hajóban. Itt láthatjátok, hogy a versenyszabály szerint milyen követelményeknek kell teljesülni az elektronikai rendszernek. Megszabták a maximális akkumulátorkapacitást, ez 1500 wattóra. Megszabták, hogy kötelező akkumulátorfelügyeleti rendszert használni, mivel főleg lítium alapú akkumulátorokat használnak a csapatok, illetve ami még kicsit nehézség számunkra, az a maximális rendszerfeszültség tartása, ami 52 volt. Egy ilyen feszültség, ennek érintésvédelmi okai vannak, gyakorlatilag tört a feszültség, működjön az egész rendszer. Ezen kívül megszabják a maximális napelemcellának a területét, ezzel maximalizálják, hogy mennyi energiát tudunk a hajóra gyűjteni. Illetve van még egy érdekesség, hogy a napelemet még üres járásban megengedik, hogy 100 voltig felmenjen. Szóval magáról konkrétan a napelemes rendszerről, ami napelemet található. Itt olvashatjátok a tulajdonságait. Egy SunPower cella alapú Photonic Universe modulokat használunk, ebből van 50-es és 100-os modul, ezeket 4 streambe fogjuk rendezni a mostani hajónkon, 4x450 napelem teljesítményünk lesz, és ezeket a napelemeket pedig egy Victron típusú MPPT fogja vezérelni, hogy ideális állapotban tudjanak működni. Egy lítium-ion alapú akkumulátort fogunk építeni, láthatjátok a tulajdonságait. Látszik, hogy viszonylag kicsi a tömege, és egy automatív BMS-t fogunk használni. A BMS az akkumulátor felügyeleti rendszert jelenti. És a magáról a hajtásról, ami fogja mozgatni a hajót, egy egyedi német fejlesztésű
motorvezérlőt fogunk használni. Ezt igazából nagyon drága, nagyon erős modell hajóknál és modellrepülőknél szokták használni. Ehhez a motorvezérlőhöz egy VLDC motort választottunk. Ennek is a tulajdonságait láthatjátok a diákon. És ami az egész rendszert összefogja, kell különböző felügyeleti rendszereket alkalmazunk. Van a fő felügyeleti rendszer, ami egy National Instruments termék. Láthatjátok, hogy adatgyűjtéssel foglalkozik, illetve a különböző részletségek kommunikációját gyűjti össze. És a másik nagy részletség, amit a pilóta fog látni, az egy mobiltelefon alapú HMI rendszer, az a, ami még felelni fog a vezeték nélküli adattovábbítás miatt, mert a holland versenyen szükség van egy távoli hajófelügyeletre is. Ja, igen, köszönjük szépen a figyelmet ezeken az elérhetőségeken. Érdeklődtek, és láthatjátok, hogy gyorsan eldaráltam a részletséget, úgyhogy ha valamikre kapcsolatban kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Nekem van két kérdésem, az egyik, hogy miért pont Mairio, a másik pedig, hogy, hogy ezektől az újításoktól mit vártok a tavalyi évhez képest, pontosabban az idei évhez képest a jövő évben. A Mairio az elég egyszerű válasz, mivel a tulajdonságai megfelelnek számunkra, és szponzorál minket a National Instrument, úgyhogy olcsó. És milyen újdonság, mivel fog fejlődni a hajó? Nem, hanem hogy az eredményekben, vagy teljesítményben, vagy tovább bírja, szebb lesz, gyorsabb lesz. Telekmenikai szempontból nagyobb teljesítmény lesz egy kicsit. Ez főleg a szabályrendszer változás miatt lesz, 50 watttal több lesz a napelem teljesítmény. Most így 1800 wattnyi napelemet tudunk elhelyezni a hajón a cellának a hatékonysága miatt. Illetve sokkal jobban tudjuk külön a dinamikus versenyszámokra is a hajót méretezni, mivel elég nagy teljesítményű motor lesz. De cserébe olyan a hajtásrendszer, hogy a energiahatékonyság is megoldható, tehát kis teljesítményen is hatékonyan fog üzemelni ez a tervünk. Illetve az akkumulátor kapacitását megnyomáltuk, eddig 150 ampert tudott folyamatosan látni, most 260 ampert fog tudni ezzel az új cellákkal. Két kérdésem is van, az egyik az az, hogy a spec chipben nem látom akkumulátorra korlátozást, tehát bármennyi a chipben lerakhatnátok. A másik kérdés pedig, hogy az egymással versenyző csapatok között a hajótestben van verseny, vagy ez egy fix hajótest? Az akkumulátorra kapcsolatban gyakorlatilag a kapacitást határozzák meg, meg a maximális feszültséget. A maximális feszültség miatt meghatározzák, hogy soha hány litiumú cellát, hát vagy bármilyen, tehát ha a savas akkumulátorral versenyezni, azt is meghatározzák. És a kapacitás miatt gyakorlatilag így nem nagyon lehet, ott nincs nagy mozgástér, hogyha maga a cella az nagy kapacitás, akkor kevesebb stringet kell párhuzamosan elhelyezni. Ennyi, de az ugye a kisebb a tömeg, viszont hogyha olcsóbb cellák kisebb a kapacitása, akkor nagyobb tömegű lesz, mert több lesz párhuzamosan összekötve. A hajótestre pedig ez a nagy kihívás, hogy gyakorlatilag amiben mi fogunk versenyezni, ott gyakorlatilag a befoglaló méretek vannak meghatározva, az összes többit azt a konstrukciós meg a szimulációs csapat fogja megcsinálni, és ez elég nagy kihívás. Igen? Mennyire gyors? Hát nekem... Igen. az előző továbbfejlesztett hajótest az 20 km per órával tudott menni, de ennél most már gyorsabbra várunk, mert elég kevés időnk volt a tesztelésre és a finom hangolásra, és most minden részegység nagyobb teljesítményű lesz. Örülnénk egy 30 km per órás sebességnek. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a top csapatoknál, akik a maximális sebességre mentek, ők 55 km per órát értek el. Igen. Nem. Hát a napelem az csak azért felel, hogy nem erüljön le az akkumulátorot. Tehát, hogy itt a motorerő függ, és elég pikk a motorik volt. Most már nekünk is az lesz. Igen? Hogy néz ki egy ilyen verseny? Többféle verseny van. Most biztosan, amin indulni fogunk, ez a monakói és a holland verseny. A holland verseny egy raj versenyhez hasonló. Tehát reggel kiadnak egy a holland
Csatornákon keresztül kell menni, ez egy endurance típusú verseny, és akkor közben beveszúrnak dinamikus versenyszámokat, és jól a hajót végsebességét, meg gyorsulását is mérik. Ezért kell mind a két irányba fejleszteni, nem elég, hogy nagy teljesítmény legyen a hajó, hanem hogy legyen egy olyan üzemállapot is, ahol sokáig bírja. És itt a tömegre optimalizáltok? Tehát érdemes gyereket beleültetni, hogy könnyebb legyen? Sajnos szabványos, hogy milyen pilóta lehet, ha túl könnyű, akkor balasztot kell hozzárakni. 80 kiló, vagy 70 kilós pilóta. Azon kívül, a pilótán kívül nincsen tömeg minimum, tehát akár egy laborba is lehetne, ha elég gyorsan átfér. De ezért szénszál kompozit a hajótestnek az anyaga. Szóval viszonylag könnyű, remélhetőleg tényleg könnyű lesz a mostani is. Hogyan prototípizáltok, teszteltek, mert Duna mellett van a BM-mel, de hogy így lehet, hogy egy kicsit erős volt. Az előző évben a Fókajóban be volt lehetőségünk tesztelni, de sajnos a teszt, annak már örülünk, hogy tudunk tesztelni, amikor azt jelenti, hogy már sikeresen, amit megterveztünk, az létre tudtuk hozni, úgyhogy eddig a Fókajóban volt elég a teszt, ebben az évben most már még több teszt a terv. Ugye? Mert a műhely helyileg messze van, sajnos nem a konkrétan a Dunaparton van, úgyhogy oda trélerrel kell vinni. Nem a tervekről beszéltetek, hanem hogy még izomosabb hardware-t rakunk bele, de hát akkor azt látni kéne élőben, nem? Vagy ezt csak egyszer látjátok majd a Fókörbe? Én az elektronikai részről ezt tudom bemutatni, hogy mi fejlődött. Az egy másik kérdés, hogy a hajótest formája az, hogy fog változni. Tehát szárnyas hajó lesz az a terv. Köszönjük szépen!